Szerdán számoltunk be arról, hogy a tolnai idősek otthona lakói és az ott dolgozók közül többen koronavírussal fertőzöttek meg. Ezt akkor az intézményt működtető szexuális-szociális központ vezetője is elismerte. Rottenba Herádám azt mondta, csak annyit közölhet, hogy a betegeket kiemelték a közösségből, a Balas János Kórházba szállították őket. Az igazgató ezt követően Faragó Zsolthoz, a Szexuális és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás elnökéhez irányított minket. Faragó Zsolt az éjjel szexuális önkormányzati képviselője is egyben az a vezetett társulás pedig a tolnai idősek otthonának fenntartója. Faragó Zsoltat e-mailben kerestük meg még szerdán, szerettük volna tőle megtudni, hányan fertőzöttek meg a társuláshoz tartozó intézményekben, hányan vannak közülük kórházban, és hogy mennyi tesztet végeztek el. Faragó Zsolt viszont adásunkig nem válaszolt a megkeresésünkre. Ezért a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz fordultunk, végül ők írták meg, hogy 21 lakó és 8 dolgozó kapta el a vírust az idősek otthonában. Az NNK válaszából kiderül, hogy az időseket kórházba szállították, mert az intézményben nem volt megoldható az elkülönítésük, a dolgozók pedig házi karanténba kerültek. Közben csütörtökön Faragó Zsolt is küldött egy válasz a szerdai megkeresésünkre. Ebben bár már tudható volt, nem árult el pontosan hányan betegedtek meg. Azt írta szerinte időben meghoztak minden döntést, arra viszont nem tért ki, hogy kerülhetett akkor a vírus az idősek otthonába.